Sziasztok! Ez most valóban egy nagyon-nagyon rövid szösszenet lesz. Csak azok miatt készítem most ezt a videót, akik azt mondják, hogy szélárnyékban autózni baromság, mert nem lehet spórolni vele. Utánfutóval megyek, szélárnyékban. 4 liter Suzuki S-Cross 1.4-es turbós benzines autóval. Na, ezután ne legyen kétségetek. Közben be is érkeztem Budapestre, és 3,8-3,9 liter lett az átlagfogyasztásom utánfutóval. És íme itt látható a szélárnyék nélküli fogyasztási érték utánfutóval. Hát ennyi a különbség. Több mint 2,5 liter. Közben itt bagon megálltam tankolni, meg lemosni az autót, és amit látjátok, miután szélárnyékban jöttem, hiába a 170 kg-nyi plusz súly az utánfutón, mégis 3,9 liter lett az átlagfogyasztásom. Valószínűleg hazafelé is majd ennyi lesz, majd meglátjuk. Ahogyan eddig is szoktam, most is teletankoltam az autót, teljesen csurdig, és 5,5 liter lett 640 km alatt a teljes átlagfogyasztásom, és ebben már benne van az idefelé út utánfutós utam is.